Dél-Magyar Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Sziasztok, ez itt a Sporthang a Dél-Magyarország sportos podcastjének következő adása, amelyben most ö, ketten tárgyaljuk ki az elmúlt időszak ö, sportos történéseit. Szia, Dávid! Hello, Pali! Üdvözlök mindenkinek! Sziasztok! Üdvözlök én is mindenkit! Hát egy hete is ebével kezdtünk, akkor itt ilyen 99 perces adással riogattuk a hallgatóinkat, aztán végül egy Ócska 54-nél azt hiszem megálltunk valami. De ki, számolja. De ki számolja. igen. Viszont annyi azonosság van a mostani adásunkban is, hogy szintén EB-vel kezdünk, labdarúgó eb -vel. Hát egy hete ugye még számolgathattunk, aztán egészen szerda estig tartott ez a dolog, amikor Georgia elintézte Portugáliát, és hát ez egyben azt jelentette a a magyar csapat számára, hogy véget ér a, a kontinens torna. Itt most nem is annyira az eredményekre kihegyezve, nekem azért inkább az jött le ebből a dologból, vagy bennem inkább az maradt meg ez az egésszel kapcsolatban, hogy jó-e így ez a lebonyolítás, hogy négy napig várhatsz arra, hogy most akkor veled mi lesz, és hát tegyük azt hozzá, hogy azért itt a csoportkör utolsó fordulójából szerintem, hogyha összeadod azt a nettó időt, amit arra fordítottál, egy meccset néz, és valami másra ugyanezt az időt elhasználtad volna, kicsit csúnyán fogalmazva, akkor azért nagyon kevés olyan tevékenységet tudok mondani, aminél nem az jött volna ki, hogy hát mégiscsak jobb volt, hogy inkább ezt csináltam, mint hogy ezt az EB harmadik csoportkörös fordulót nézzem, mert botrányos meccsek voltak sorra. Há, igen, igen, igen. Igen, valahol ez a botrányos szó jutott nekem is eszembe. Én csak azt sajnálom, hogy ezen az Európa bajnokságon nem rendeznek egy jó ulasz angol meccset, mert akkor a botrányos szót még valószínűleg fokozhatnánk felső legfelső leg, 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 leg legfelső fogba, körülbelül az eddigiek alapján. Igen, ez a rendezés, ez nekem nem annyira jött be. Azt hiszem, itt ilyen magánbeszélgetésben talán te mondtad, hogy ezt át lehetne úgy reformálni, hogy a harmadik helyezettek mondjuk játszanak egymással a továbbjutásért. Hát egészen pontosan az én ötletemben az állt, vagy az én ötletem az volt, ami egy kicsit ilyen NBA play in átvett ö, formula, hogy ugye van hat darab csoport harmadikod. Így van. A végén. Ö, és hát ebből kellene valahogy ugye négyet tovább juttatni. És hát van két, vagyis most úgy volt, hogy kettő ö, üres nap volt, amikor nem folytatódott a, vagy nem játszottak meccseket az eb és szerintem azért az már lehet, hogy egy fokkal igazságosabb lenne, és kettő plusz meccset jelent az Elbén, tehát nem hiszem, hogy annyira megcsömörlenénk egyébként ettől az egésztől, hogyha a két legjobb harmadik jutna tovább abszolút, és a, a, vagy első körben, és a másik négy, az viszont játszana egymás ellen egy, egy, ilyen egyen, tehát előrébb hoznánk egy kicsit az egyenes kieséses szakaszt, hogy lenne kettő ilyen meccs, amivel már az, le, vagy hát eldőlne, hogy akkor ki alkotja a legjobb 16-ot, mert így szerintem ez azért, tehát kvázi nyilván abból is adódott az, hogy így nézett ki ez a harmadik csoportkör, hogy azért négy ponttal jóformán lehetetlen volt Esni, vagy, vagy nem tovább jutni. Kivéve, ha nem Ukrajna vagy. Igen, kivéve, ha nem Ukrajna vagy, de hogy, de hogy négy ponttal azért igen nagy a szanszod rá, hogy tovább menj ebből, vagy tovább menj egy ilyen szituációból. Úgyhogy nyilván senki nem akar túlságosan erre, erre rápörögni. Nem vállaltak rizikót alapvetően, tehát mindenki tudta, hogy azért ez a három-négy pont azért az már jobb esetben szinte biztos továbbjutást ér, és azért ez okozta azt, hogy nem nagyon támogatták a támadó futballt a csapatok. Tehát amennyire mondjuk az első fordulóban bekezdtünk, vagy bekezdtek a csapatok gólszámba, a második és utána a harmadik forduló az végképp nagyon ilyen low budget, low budget futball volt nekem. Úgyhogy nekem nagyon nem tetszik. Én valahogy ezt a lebonyolítást úgy, ahogy van átszervezném, mert az lenne a lényeg, hogy a futballt egy picit propagáljuk, mert alapvetően szerintem ez a var se használ neki. Hát most tehát szintén az a gól, amit a dánoktól elvettek a szombat esti meccsen, hogy itt egy a A Nagy előnye kiviségban. volt a támadónak, igen. Nekem az ilyenekkel az a bajom, hogy teljesen életszerűtlen, és én értem, hogy valahol határt kell húzni nyilván, tehát most ez... ez hát, a, nem. De, hogy, de hogy erre szerintem te támadóként nem tudsz figyelni. Egyszerűen, hogy most a... Ha, Ipődúra, hogy a hogy hol van, Most akkor inkább felveszek egy 42-est, mert lehet, de hogy, hogy szorít, de, de azzal lehet, hogy jó helyzetben leszek a, a végén. Tehát ez szerintem teljesen életszerűtlen, és nyilván, ha, ha most ebbe mennénk bele, hogy de egy centi a hibahatár, akkor miért nem 0,9, vagy miért nem 1,1, tehát értem, hogy ebbe így nagyon nehéz uh, um, igazságot tenni, de hogy ez ilyen nagyon művi már ez az egész nekem, hogy most a hát, cipője Orrának de. a hegye éppen belógott, és hát az nekem ez ilyen berögződésem, hogy a, a futball romantikája az öröm nekem valahogy. Tehát amikor, amikor belövi a csobot a gólt a 99-32-nél, és nyilván örülsz, de ott egy pillanatra megállt mindenkiben az ütő, hogy akkor most, jaj, még biztos, várjuk. és akkor jó, biztos, hú, de hogy tehát ezen az ebén is számtalan olyan szituáció volt, amikor örült a csapat baromira, és akkor utána látod, hogy var, var csekk, vagy nem is tudom, mi szokott lenni a képernyőn a kiírás, és akkor visszajátszak, és látod, hogy na, belógott a cipő orra, és akkor már megette a kutya. Tehát... És hogy a, ami igazán fura egy ilyen szituációban, vagy ami, ami igazán beszédes, hogy egyébként én úgy emlékszem, hogy a németek sem túlzottan reklamáltak, hogy ez úristen ez lesz lett volna, ami miatt hátrányba kerültek, mert nyilván ezt védőként is nehéz, hogy ez ú most akkor idő... egy... Ó, belép, bel belógott egy kicsit, a cipője. Kicsit jekorra, előrébb megyek, igen, hogy hát ha belóg azzal. Tehát... És azt, ami, ami viszont igazán szépé tette ezt a történetet, hogy az én megítélésem és az én ö, játékhoz való Viszonyom szerint persze a kezét érintette a labda utána ugyanannak a Dán srácnak, aki belőtte a gólt, és utána az Andersen nevű Igen. játékos volt az, akinek a kezezése miatt büntetőt kaptak a németek. Na de hát ez tényleg az, hogy most akkor fél centiről elkezdjük célozgatni a kezét, hogy hát ha egyszer beleakad, és akkor persze ki lehet ezt mutatni a kis mikromonitorral, nem tudom a Ilyen pontos neve, EKG. Hogy, hogy az EKG a vonal szerint, hogy itt kontakt volt és hogy, hogy érintette, de hát... Ez persze a nagyon a jó dolgok. Nagyon jó ez a technika, hogy így a, a rendelkezésünkre áll, de hát ugyanakkor meg, tehát ez a olyan kicsit bohúzattá teszi nekem a, az egészet, amikor sokszor a online technológia sem működik. Egyes, jó. Meg, meg, nekem ez az egész, biztos beszéltünk már erről, hogy nekem a, a futballnak az egyenlőségét veszi el, mert régen az volt, hogy leraktál ö, dócba mondjuk a kert végébe két kulacsot, levetted a zoknidat, és akkor mezítlába elkezdtetek focizni, és akkor te ugyanazt játszottad, mint a -e ba az El Vinicius, meg Lamin Yamal, és ennyi. Most meg már, jaj, már Var, meg, meg Goal Line Technology, meg, meg belógott a cipője orra, meg ez, meg az, meg Amaz, tehát, hogy, hogy már annyira... minden hiányzott, mi, hiány. eltávolodott, mi nagyon. eltávolodott nagyon a a futball onnan, ahonnan indult, és nem biztos, hogy rossz volt. Tehát Puskásék idejében azért megnéztem volna ezt a varozást. Tehát, és egyébként már. A, ugye, most lehet, hogy ilyen nagyon mm, nagyon konzervatív hangokat ütök meg, de hogy, hogy azért az sokszor uh, kapja meg azt a vádat a labdarúgás, hogy hát Azért ebben a mai világban, te, hogy kétszer 45 percet uh, erre, nem is azt mondom, hogy áldoz, hogy ezzel tölts, hogy megnézz egy meccset, amiben jobb esetben, nem tudom, 5-10 percenként történik valami, uh, de de hát vannak olyan meccsek is, mint mondjuk a, ez az angol-szlovák tegnap, amin, uh, az amin, az a, lehet. amin az első negyed óra 20 perc még az jól nézett ki, de hát a maradék 70 az viszont maga volt a gyötrelem. Szóval, hogy ennek az egésznek ez a lebonyolítási rendszer szerintem abszolút nem tesz jót, mert hogy ilyen meccseket hoz ki belőle, mint a, mint a harmadik csoportkörös Igen. történet. És, és akkor még mellé ott van ez a var, amiben azért így, tehát nem tudom, úgy, úgy nagyon más volt az a játék, amikor én elkezdtem követni, pedig azért nem akarok erre, men, erre a vonalra menni, hogy bezzeg az én időmben, meg, a, meg, meg nem tudom, de hogy... De ez hogy... Nem volt olyan régen. És azért ez az nem volt olyan régen. A, tehát... Futball, a futballnak a léptékében, tehát hogy mondjuk 120 éve játszák komolyabban. Igen, és, és így tehát arra akarok kiukadni, hogy nem tudom, hogy ez, ez valóban, hogy Mivé, mivé fog ö, alakulni majd, vagy hogy, hogy néz ez majd ki egy pár éven belül, mert hogy azért eddig erről az EB-ről is hát olyan nagyon nagy jó élményeid nincsenek. Most jó, persze nyilván voltak a magyar meccsek, oké, okay, az nyilván egy kicsit más kategória, de hogy egyébként a, én azért többször álltam fel, vagy többször... Ö, hagytam úgy ott a tévét, hogy hát most ha ezt nem láttam volna, akkor nem tátongana bennem óriási űr. kimész a konyhába. Nyugodtan. Kimész bárhova, és visszamész, és javarészt ugyanaz az állás. Tehát nem az van, hogy sorjáznak a, az események, úgy, hogy nem tudom. A magyar válogatottról nem tudom, hogy akarunk-e beszélni. Hát, Engem hát, egyébként de. kicsit úgy Megriaszt, vagy nem is tudom én, mi erre a jó szó, hogy hogy így hogy viszonyulnak emberek és a közvélemény, úgy nagyjából ehhez a válogatott szerepléshez. Tehát én megmondom őszintén, nem látom ennyire feketének, a, akár a jövőt, akár azt, ami történt. Ezért szerintem nagyon fontos azt megnézni, hogy Egyáltalán honnan indultunk, vagy mi, mi volt Egyrészt. pár évvel ezelőtt. Tehát, hogy, hogy azért ez nem annyira egyértelmű ez a, ez a történet, és azért még 24-es EB ide vagy oda, azért így is vannak olyan nemzetek, akik nincsenek ott. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy azért nem olyan egyértelmű itt most mindenkinek a helye. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kibővített selejtezőkör. kör. Még hogyha nyilvánvalóan a, a, a mi helyzetünkön azért segített az, hogy plusz nyolc csapat lehet ott a korábbi formulához képest, ez szerintem nem nagyon lehet vitatni. De hát, hogy azért még így se az van, hogy na jó, akkor ez nem egy ilyen meghívásos történet. De hogy... azért a csapatok többsége rászolgált. Tehát ha megnézed, Georgia, eszedbe nem jutna, hogy Európa bajnoki résztvevő legyen Georgia, szerintem. Ehhez képest négy-egyre kikaptak tegnap este, de még tehát elképesztően túlzó eredmény született, szerintem. Olyan szempontból nem, hogy azért a spanyolok, eléggé dominálták a meccset. Dominálták, mert... de nem volt az az érzésed, hogy bucira vannak verve. Hát az első fél órában talán, hogy az első... Mondjuk azt pont nem láttam. Az első fél az óra az, az, óra az tényleg ilyen egykapuzás egy volt. Aztán utána azért ez már jobban átcsapott abba, hogy azért voltak kontrája georgiaiaknak. De visszatérve a magyar csapatra, Hát azért annyira én sem érzem azt, hogy, most, hogy itt most le kellene róluk venni a, a keresztvizet, hogy akkor úristen, ez most Biztos, uh, mi, mi történt, meg... meg uh... És a mester mégis tehát annyira letargikusan nyilatkozik a rosszé, hogy engem az lep meg igazán, mert ő volt az mindig is, aki, aki egy lépést hátra lépve, Tudott értékelni mindig is. A, a legnagyobb győzelmeknél is el tudta azt mondani, hogy igen, oké, okay, nagyszerű siker, de hogy kevesen vagyunk, kevés a minőségi játékos, vagy éppen szerencsénk volt, de hogy nagyon jó, örülünk. Most meg gyakorlatilag mindenkit elküldött a, oda, ahova való. Szerintem egyébként egy idő után, ahogy Ugye azt nagyon sok helyen mm, kiemelték tőle azt a mondatot, hogy, hogy nem tudta élvezni ennek az EB-nek egyetlen percét sem. Ö, szerintem azért kijön -e egy, egy bizonyos idő után, vagy egy bizonyos helyzetben azért ö, van ilyen, hogy, hogy idegi fáradtság. Szóval lehet, hogy egy kicsit a, kicsit nagy volt a, a, a stressz, meg a, a a feladatok mostanában és ezt abszolút meg tudom érteni hogy van van ilyen nyilván azért a a, a sorozat sem volt azért persze jó e, állomások voltak de hát azért e, nem ment minden olyan nagyon e, simán akkor azért nyilván a, a, ennek a csapatnak a láfája és a magája szoboszlai Dominik aki a második meccsen már Elképesztően látható volt, hogy ő, ő nem teljesen ö, egészségesen érkezett meg erre, a, ö, erre az EB-re. Aztán ott volt a Varga Barnabás sérülése, szóval, hogy ö, meg, meg ugye elég sok kritikát ö, kapott a szövetségi kapitány a kapusposzt ö, miatt is, hogy sérüléséből visszatérve. Én ezt tényleg A gulácsi védet. vágtam. Nekem is fura volt, de nyilván azért, hogy mondjam, hogy én úgy el tudom fogadni ezeket a szituációkat, mert hogy erre van egy emberünk, aki, akit a kapitánynak hívnak, aki ezért vállalja a felelősséget, és nyilván ő van ott az, az edzéseken, ő kapja meg az adatokat ehhez, hogy most ki milyen állapotban van. Szóval én ezeket a döntéseket nyilván, hogyha nagyon könnyű a a fotelből osztani, hogy de hát én nem ezt kezdettem volna, meg nem ezzel játszottam volna, meg, meg stb. De hát, hogy azért a Gulácsi Péter nem olyan rossz kapus ám, hogy most itt az lenne a probléma, hogy úristen, most mérő áll a kapunkban. Én ezt nagyon konkrétan ki tudom jelenteni, hogy én, nálam nem volt kapus kérdés. Én ebben a podcastban is többször hangoztattam már, hogy azért én a Ferencvárossal szimpatizálok. A Dibusz Dénessel pláne, de és a Dénes nagyon jó kapus. Magyar szinten kiemelkedik NB1-ből pláne, de ő egy bravúr kapusnak tartom. A Gulácsi nagyon jó kapus, a standarden tudja hozni azt, amit hoz, és mindezek mellé lábbal is nagyon jó. Ami szerintem ennek a válogatottnak azért nagy szüksége van rá, hogy bátran haza lehessen passzolni a labdát. Azért a dénes olykor zavarba hozható ezekkel a passzokkal. Meg nagyjából, ha, ha így az emlékeimben kutatok, nekem a gulácsi olyan, olyan bátran előreívelős és jól előrévés. És ha a Varga gondolkodunk, már pedig ugye benne gondolkodtunk, akkor gondolkodhat úgy a Rossi, hogy akkor bevonjuk a gulát, ő előre tud évelni a Varga ezeket lefejelgeti, leosztogatja, leveszi minden, és akkor abból lehet támadni. Míg a Dénes azért ebben nem gyengébb szerintem. Úgyhogy én ebben nem kerestem kivetni. Vagy ami kivetni való volt, az a svájci mérkőzésen, hogy nem tudtunk megfelelően reagálni arra, hogy másképpen álltak fel, mint ahogy azt a csapat elgondolta vagy várta, és ezt nem sikerült lemenedzselni egy fél időn át csak a szünetben, és ez gyakorlatilag végzetessé vált. Ezt fel tudom hozni, na de az vesse rá az első követ, aki, aki ezt meg tudta volna oldani. Tehát, Hát meg azért... Dávid szerintem azért alapvetően ö, a három pont az nem egy olyan nagyon rossz eredmény, tehát Persze, hogy nem. van egy győzelmünk az volt nagyon rossz, tehát nem voltunk kutyaütők, ahogy ezt szokták mondani, oké, okay, végletekig kellett harcolni Skóciával, de azért nézzük már meg, hogy ezek a srácok egytől egyik Premier league meg Championship-be játszanak, ami azért erősebb, mint a Botka Endrének az MB1, vagy a akárkinek, vagy a Szalai Attilának a, a Bundesliga kispadja. Hát Tehát most és én ezzel nem bántom őket, csak hogy picit a realitások talaján kellene maradni, hogy, hogy azért, mert most mi nem jutottunk tovább, mint 2016-ban, akkor most ne akarjuk már felakasztani őket a villanykaróra. Tehát szerint engem ez hát nem az, hogy felháborított, de így nagyon megörökönyített, hogy, hogy hogy tudjuk már, hogy hány kilók vagyunk. Hát igen, és hogy alapvetően azért ö, most itt tényleg olyan, persze ami lett volna, ha nem játszik, de de hogy ö, ott van azért a, a németeknek az az első gólja, ami Ó, hát azért hát igen, hát azért na, és és ö, Szóval pici, pici dolgokon ö, múlott ez a történet. Ez van, szerintem azért én, én azt gondolom, hogy nem lett volna, akkor sem feltétlenül jobb Magyarország labdarúgása egy csapásra, hogyha ott vagyunk a 16 között, mint ahogy attól sem lett most minden rossz, hogy ö, nekünk véget ért a történet a Így csoportkört követően. E, azért, és azért az eredmények tükrében, azért uh, nem egy egyszerű csoportba kerültünk, jó, nyilván a németeket azt uh, tudtuk, de hát uh, Svájc azért legyőzte az olaszokat, a, a címvédő olaszokat, szóval csak azt akartam mondani, hogy a csoportunkból a két további jutó az a nyolcba jutott egyenlőre, és azért elég erős a gyanúrá, hogy uh, tehát az egyik őjük az lehet, hogy négyben lesz. Bár mondjuk ezt a spanyol... Svájcra <laughs> Akár. Bár mondjuk ezt a spanyol névet, tehát ezt, most most amennyire lehúztuk itt eddig az ebét, azért arra tényleg kíváncsi lesz. Az csúcs, csúcs meccs lesz de én ott a spanyolokra tennék, ha fogadnék. Hát én is, mert azért, amit tennek mutattak. Úgy oké, okay, tehát a csoportkör, az, azt egy kicsit úgy külön venném, és, és így jó, hát bekezdtek az elején, ezért nem tudom, de, Tudod de hogy... Kis futballt, igen, de, de hogy úgy, úgy, aztán nem mondom, majd, majd azért ö, ö, más lesz azért az egyenes kieséses történet, de hogy nekem, ami igazán meggyőző volt ö, bennük, az az, hogy annak ellenére, hogy hátrányba kerültek, ők, pontosan ugyanazt játszották onnantól kezdve, és, és ez egy ilyen ez tényleg, amit az a Lamény Jamal művelt 16 évesen, az, az egészen... Remélem a leckéje kész volt már. Igen. Hát Barcelona játékosról nem szeretek ömlengeni Real Madrid szurkolóként, de nagyon kedvelem a játékát a srácnak, tehát ha, ha úgy belegondolok, hogy 16 éves múlt, hogy még van előtte egy pár év... Hmm. a következő messzi okay. kijöhet belőle ö, teljesítményileg, vagy így, hogy mondjam neked, nyilván nem egy poszton játszanak, de, de hogy, tehát, hogy ö, lehet ő azt, mondjuk 2020 közepi, vagy 20-as évek közepének, illetve a 30-as évek elejének a Barcelonája épülhet majd Lamia már úgy, mint a 10-es évek Barcelonája messzire. Hát igen. Nagyon simán, amit ez a, ez a srác mutat, és a, ha már csak az eddigi nyolcad e, döntőkről e, beszéltünk, akkor e, hát azért m azt is, a, a, és ha már kitértem Svájcra, akkor azért rájuk viszont mindezek e, miatt egy picit haragszok, mert <laughs> az volt a, a mestertervem, és abban reménykedtem, hogy a, a e, olaszok hát, ha a döntőig, abból az önös érdekből, hogy hát én éppen Rómában tartózkodom majd a döntő idején, tehát a finálét azt ott fogom majd megtekinteni, és hát azért annak egy picit más hangulata lett volna, hogyha a a, a hazai közönség euh, szurkolhat a, a, az olaszoknak, de hát ez így ugye vasárnap... Hát ez felért Ilyez. volna egy csodába ha ezek az olaszok eljutnak Hát odába. így az eddigi mutatott játék hát, alapján ami, ilyen. Amit most mutatott ez a válogatott, én nem is értem. Tehát azért Totti... Tehát fú, nem is kezdem el felsorolni itt inzágít, meg Vierit, meg e ezeket a srácokat, de hogy mennyire nincsenek a válogatottnak egy nem egy ilyen szintű támadója, hanem egy mondjuk egy másfél polccal alatta lévőse. Tehát nem tudom. Tehát csak így ilyen széttárt kezekkel néztem a meccset, hogy, hogy mit akarnak ezek a srácok, vagy, vagy mit nem akarnak kiesni, de, de nagyon nem tettek ellene, tehát nem éreztem a... Tehát Svájc játszotta a futballt. Igen. Abszolút, úgyhogy... De nagyon meleg volt, azt mondták. Hát, nagyon meleg ez volt. A nyár ez ilyen. ez a nyár ez ilyen, meg a, a, az olasz mediterrán srácokat, ez nagyon meglepte biztos, hogy, hogy meleg van, és még majdnem nem olyan, Majdnem olyan, mint télen, csak nincs azon nagy hideg. Igen, <síns> de, igen. Igen, igen, igen. Tehát az, erre van egy példa, amikor a, pixeket beigazó Stefan Sigurmason izlandi válogatott balszélső, és akkor ő az első edző meccsen, emlékszem rá, hogy bejött az új sportcsarnokba, augusztus 10 -e környékét írunk. Hát, jó idő volt. Maradjunk annyiba, és akkor hát nézelődött, hogy kereste az árnyékot, meg úgy minden, de hogy nem. nagyon jó, mindegy, játszottak, kezdőcsapadval jelölte a pásztor, és hetes, doba, hetes első perc, megfogta a labdát, és így kinézett oldalra. Nem, nem gondoltam, vagy nem tudtam, hogy mi lesz ebből, és úgy, ahogy van, fölé vágta, ilyen fölé, mellé, tehát, és kiintett, hogy bocs, oké. Okay. És akkor utána mesélték, hogy hát a Sziginek az volt a problémája, hogy olyan szinten csúszott a keze, hiába vakszolt, annyira izzadt abban a nagy melegben, hogy nem volt hozzászokva, Állítólag mondják ezt úgy, hogy nem akklimatizálódott, ugye? Hogy az a hetes gyakorlatilag a borítékolni lehetett volna valamit, akkor azt igen, hogy ki fog maradni. Úgyhogy nagyjából az olaszok is így lehettek valószínűleg. Úristen, ez itt, nagyon itt, meleg. Itt, 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 itt ilyen idő van, hát ez, ez nem. Na mindegy, időjárás jelentést ne tartsuk. Igen, úgyhogy, hát és, és, még azért ne temessük teljesen ezt az ebét, mert azért még bőven. Ne, persze. Belőle, és, és, azért így a... A money time még most jön. Igen, és azért egyébként ránézve, amikor kialakultak a nyolcadöntős döntős párosítások, hát akkor úgy nem nagyon csettintettem, hogy ú, de jó, hogy most ezek a meccsek jönnek, és hát eddig olyan nagyon sokat nem is mondhattam volna rá, hogy hogy átaludtad ez, volna. Akkor... Ez milyen jó, hogy láttam, vagy milyen jó, hogy ez létrejött. Úgyhogy ö, tényleg ez a, ez a spanyol Georgia, ez, ez tegnap egy kimondottan élvezetes és nézhető ö, játék volt. De nem hát mondom, neked őszintén a. A futball nem az a francia-belgát nagyon várná, de ezektől a belgáktól most, hogy mire számít csak meg ugyanakkor a franciák is nem kápráztattak tehát benne van egy orbitális nagy egy-egy nálam, hanem. Vagy egy nulla-nulla, leg... mert egy hát egy ugye. nulla 0 Lukaku is szeret éppen belógni arra a pici Igen, helyre. <laughs> hát igen, igen, Lukaku, szerencsés. Szóval, tényleg, amit még, igen, bocsánat. Ö az osztrák-török. Az, az, az egy elég, az, az egy őszinte futball lesz. Én egy az... ilyen őszinte futball, sisakos játék, tehát nem az, hogy beállunk, védekezünk, hanem mi a csövön fér, tehát, az... de remélem nem cáfolnak meg az a esélyes, Az esélyes ö, lesz rá, úgyhogy ö, az, az szerintem is ö, jónak hangzik, bármennyire is így talán a párasításokból a nem olyan nagy neveket magába hordozó nyolcad döntő lesz, de, de szerintem az tényleg egy jó, jó kis parti lesz. Hát szűkítve a mesgyét, bár nem tudom, hogy van-e még benned gondolata Németországban történtek kapcsán, de hát ugye... Figyelj, nagyon sokat tudnánk róla beszélni, de nem biztos, hogy sokan kíváncsiak lennének rá. Lehet, hogy a... Lehet, hogy már most is a pauszgomb igen. megállt pár helyen. Igen. Elnézést kérjük. Szóval szűke pátriánkánkra áttérve azért, ugye az mb s csapatok is most már igen csak mozgolódnak, hiszen július utolsó hétvégéje, vagy július utolsó vasárnapja egészen pontosan, amikor az MB 2 és az MB 3 szezonja is elrajtol, és hát eddig a az MB2-es Szeged Grosics Akadémia mutatni impozáns mérleggel tudta le az első két ö, edzőmeccsét. Ennek ugye az egyik ö, áldozata ö, az éppen a, a hódmezővásárhelyi FC volt, ö, és a Svesa és is ö, lejátszotta az első tehát nyilván ezekből még olyan nagyon-nagyon sok mindent Nehéz megmondani, de azért ilyenkor nyilván a, a, ami talán legérdekesebb infó lehet, hogy ki hol tűnik fel, és, és akkor hogyan... Leginkább a, hogy azért, és láttam már olyan kommentet, képzeld el, hogy a 8-0 és a 6-0 után Szegeden kopogtat az MB1. Azt egy kis erősnek éltem én is, hogy hogy azért a, az igen tartalékos HFC tartalékos, kevés emberrel felálló sérülésekkel tüzedett HFC-t lelépték 6-0-ra és akkor most ez NB1-es aspirációt jelentene hát nem tudom, én még várom egyelőre a Boris léptékű igazolásokat is, ugye mert egyelőre azért én ezekben a fiatal srácokban nem látom azt a pluszt ami az NB1-hez elég lehet de és itt be is fejezném a, mondandómat a Szeged Család Gorosics Akadémiáról. Egyelőre engem például az svs -e vagy svese ki hogy szereti, sokkal jobban érdekel, mert az ottani igazolások nekem előremutatóak, és ezért ott már érzek lassan egy olyan, olyas mértékű kvalitást, hogy cél lehet a bemaradás az MB3-ba. Hát nyilván újoncként valószínűleg más nem is lehet majd a, a, a céljuk. Szerintem egyébként borzasztóan sok fog majd múlni a csoportbeosztásom. Azt Mert tud, ugye, ugye... még Rengeteg a fiók csapat. Igen, és, és nagyon nem mindegy, hogy melyiket ö, sorsolják majd ide. Most itt így ö, ö, gyorsan nézve, vagy vagy reálisan nézve azért a tiszakécske valószínűleg ide kerül, ami azért valószínűleg ők, ők lehetnek a bajnoki cím egyik ö, várományosai ö, ebben, a, ebben a csoportban. Ö, és hát nyilván itt most július elején azért nehéz mondani olyan csapatot, aki annyira kilógna ebből a történetből. Főleg úgy, hogy a, ugye azért még hivatalosan 64-es mezőnyt se tudjuk, és azért, de hozzátenném azt, hogy viszont, ugye mivel itt most feltöltögetés van, azért itt azok a csapatok, akik a feltöltési sorrendben ott vannak, és, és felkérték őket a, az mb 3 as szereplésre, annak ellenére, hogy a pályán elért eredményeik alapján ezt ö, nem biztos, hogy elérték. A, azért ők vesztettek két-három hetet. És, és uh, náluk lehet, hogy benne lehet egy, egy, olyan szezon, most nem azt mondom, hogy a szesének erre kell építenie, de, Értem, de, 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 hogy, hogy ők mégiscsak vesztettek két-három hetet, és, és, azért ilyenkor egy kicsit neccesebb szerintem belevágni ebbe a, ebbe a történetbe, de egyébként a, a kapcsolatos meglátásod de azért alá tudom támasztani, mert Egészen jól néztek ki, kint voltam a felkészülési meccsükön szombaton, és egészen jól néztek ki. Az első gólyuk azt kimondottam, szép akció volt. Nyilván itt most nagyon nehéz belőni azt, hogy most ez a Tiszaföldvár ez most akkor milyen erőt képvisel, aki szintén újonc lesz az MB3-ban. Szóval ezekből a meccsekből azért ezt még nagyon nehéz leszűrni, hogy most akkor ez mit is jelent, ez a, ez a történet. De szerintem önmagában a négy rugott gól az abszolút, abszolút rendben. Ezért uh, a ez az mindig is jellemző volt, hogy a támadó futball hívei. Igen, igen, igen. Ami, ami egyedül uh, aggasztó lehet, hogy mind a két kapott gól az igazából egy, egy eléggé. Uh, hát a, a Kelemen Balázs úgy fogalmazott, hogy elkerülhető uh, gól volt, és ez nyilván a uh, szép megfogalmazással történt. igen, hogy fogalmazna? Hát nyilván nem akarok senkit se uh, kritikával ültetni, mert azért szombat délelőtt valószínűleg az alapozás, elején egy, egy ilyen... 10 órás időpont, ez a legjobb. Egy, szerencsére, az hogy egy 11 leg, az, az, az még egy plusz legyen. Utfok, igen. igen azért jobb. szerintem nem biztos, hogy olyan egyszerű végig koncentrálni egy akár 30 percet is, most ne is 90-ről beszéljünk, mert viszonylag kevesen voltak, akik végig játszották, de de mind a kétszer nagyon könnyelmű volt ott a, a, a védelem, és azért ezt egy e, MB3-as is elég könnyen kihasználta szóval ha itt lesznek rutinosabb ellenfelek akkor, akkor azért ez, ez nem biztos, hogy belefér majd mindig de hát ezért edzőmeccs egy edzőmeccs úgyhogy nem is az eredmény miatt igen, igen, ha, ha valamit nem szeretek az az, az, az edzőmeccsekből levont konzekvenciós átnyertek, nyertek sima 3-0, 6-0, 8-0, 10-0 és akkor ez jó csapat lesz most igen, úgyhogy persze ezeket kis túlzással le kell játszani, de de hogy. A fontosabban mutatott játék, ezt mindenki Á, tudja. Tehát igen. Nem tehát szerintem nem ennyire fekete vagy fehér a dolog. Nem ennyire fekete vagy fehér, de ugye azért most itt július elsője lassan dél van, és hát amikor még beültünk a szobába, akkor még nem volt csoportbeosztás, és mindezzel csak arra akarok utalni, hogy hát viszont 27 nap múlva valakivel már játszani kell, és hogy jelenleg még egyébként sem a másodosztályban, sem a harmadosztályban nem volt sorsolás, szóval, hogy lassan azért úgy lehet, hogy nem ártana majd tudni, hogy ki az, aki akivel összehozza a sorsa az MBS csapatokat, és hát addig még azért van három hét ö, felkészülés, és bizonyára majd a ö, keretek is alakulnak. Ugye itt az elmúlt napokban az volt a, a HFC és a Svesek kapcsán is a, a hír, hogy, hogy mi, mi történt itt az átigazolási időszakban. A Decki Máté távozását Bizonyára sajnálják a vásárhelyén, mert azért ővel Miért, egy, örülnek is. Egy nem. elég komoly kapust vesztettek, de hát nyilván, amikor MB2-be uh, lép valaki tovább, akkor az. Uh, mégis az csak a csak csapatnál folyó munkát is erősíti, csak, csak egy jó szóval dolog. A e, mezőköves bejelentést egyébként gyakorlatilag a, a vásárhelyi kezdőcsapat végig de nem tudom, figyelte Azt nem néztem meg a posztjukat vagy. Mindenki gyakorlatilag hozzászólt, hogy Fantasztikus kapust igazoltak, a hajrá máté, és nem akarom végig idézni, de hogy gyakorlatilag egy jó kis kezdőcsapatot ki lehetne állítani a hozzászólókból. Hát aztán, majd, hogy milyen lesz a Home Mezzel a kezdőcsapata, majd a, a július 28-i bajnokén, az nyilván még sok kérdőjelet jelent még jelen pillanatban. MB-s futball folytatódik majd a héten is. Ugye mind a két csapat játszik, majd a. a sőt, ugye mind a három játszik majd szerdán. Bocsánat, már itt majdnem kihagytam valakit, szóval szerdán is majd itt ö, tovább tesztelnek. Ö, viszont szerintem tovább léphetünk nyugodtan a következő témánkra. Ugye. Ha már azt mondtad, hogy sok még a kérnőjel, akkor van egy olyan sportág, ahol Egyre kevesebb vagy. Kevesebb. kevesebb. Jel. Igen, csak azon gondolkoztam, most hirtelen nem volt. Próbáltalak meg... kivágni a szituba, mert az, láttam, az, hogy óriási ilyen. nagy kérdőjelek. Az, az annak nem az... hogy nem akartam butaságot mondani, viszont most így hirtelen ellékszem rá, hogy csütörtökön vagy pénteken sorsoltak-e Bécsben. Csütörtökön, csütörtökön. Csütörtökön. csütörtökön sorsoltak Bécsben. Ugye kézilabda. Férfi kézilabda a bajnokság. A, és vilálya, a csoport beosztása. Igen. Most mind a ketten elhallgattunk. Mind a ketten elhallgattunk, és hát. A... Nem tudom, hogy akarsz -e reagálni rögtön. Hát nem tudom, hogy mennyire hallgattak el a, az OTP-kban, fixegedni, amikor meglátták ezt a, az ellenfél névsort, hogy akkor kivel is kell egy csoportban szerepelni, mert azért a legvisszafogottabb legvisszafogottabb vélemény is az volt, hogy azért igen, csak van kontraszt a két nyolcas között, és hát a, a Szegedieknek sikerült a, a bomba erősbe kerülni. Hát igen, ugye, most gondolj abba bele, hogy az ácsoportban, amelyikben a Veszprém van, ott négy olyan csapat játszik majd, amely tavaly nem volt ö, részes a Bajnokok Ligájának. Nyilván ezt három olyanra bontanám, amely gyengébb azért a Füksze berlin nem sorolnám a, a gyengébbek csapatok közé, még a B csoportban, ugye oda került a három idei Final Foros, idei, július elsője van már ez az új szezon, a tavai, ugye, mert nem június 30-án veszük az adást, ugye az Olborg, Magdeburg és a Barcelona címvédő, ugye a THV kijött csak le, lehet, hogy csak azért nem, mert nem indult. Ugye a Bundesliga-ban negyedikek voltak ott van egy industria kielce, amely most egy picit vérfrissítésen esik át, ugye beállóban, francia beállót franciára cseréltek, ugye a turna helyett megy a monár, Ö, ugye ott, ott most nagyon nagy a baj, úgy mondjuk, hiszen a 7 méteresek egyáltalán nem kedveznek a csapatnak, hiszen ugye 7 méteresekkel búcsúztak a, a bajnokok ligájától a negyed döntőben a Magdeburg ellen, 7 méteresekkel kaptak ki a bajnoki döntőben kétszer a plok, ploktól és akkor a kupát se nyerték meg, úgyhogy ott most egy picit szerintem lassan kezd inogni a Dusebájev alatt a kispad egyébként. Tehát ha idén nem nem jutnak be kölni Final forba, illetve a bajnoki címet nem ragadják vissza, akkor szerintem ott, ott egy váltás lesz nekem minden kívülről úgy tűnik. És hát jön a Nant, ugye visszatér Szegedre rögtön Matej Gaber. Az egy egészen fura érzelmű mérkőzés lehet majd. És ott lesz a Zágráb és a Kolstad a csoportban, amelyeket bár itthon sikerült legyőzni a Szegednek, azért idegenben nem mondhatnám. Tehát a Zágráb a hat gólos vereség, a Korsztad otthonába pedig 13. Ú, az, azért az kemény. Ugyanakkor ha azt nézem, azért a Kielcét is legyőzték itt tavaly, sőt idegenbe pedig x-eltek. Az Olborgot szintén legyőzték, tehát nem kell temetni a csapatot. Tehát azokkal a hangokkal én egyáltalán nem értek egyet, amelyek úgy szóltak, hogy na jó, mindegy, játsszák le ezeket a meccseket, nem baj. Tehát azért ez a Szeged, ö, ajánlom mindenkinek, hogy a Mihály lapelgrennek a bemutatkozó interjúját olvassák el a, a klub honlapon, ö, ma délelőtt jelent meg, és ezért abban is érződik, hogy ö, tehát itt komoly csapat épül, tehát nem az lesz, hogy csak úgy ellibikókáznak a bajnokok ligájában, úgyhogy szerintem minden idők legerősebb bajnokok ligája csoportjába került a Szeged, de ebből is képes tovább jutni. Hát meg Dávid szerintem azért most jó ez ebben a... Anyukám, amikor így szólít, hogy Dávid, de az, az szokott jó lenni, úgyhogy úgy, nem tudom, most egy kicsit úgy összerezzentem, mert de már de másodszorra szó a színy ma hozzám. De. Hogy szerintem azért a, persze most itt beszél, vagy a, nyilván ez a, a a helyzet, hogy, hogy egy elég komoly csoportba kapott besorolást a pik. Na de hát ez a bajnokok ligája, hát most azért... Ez az értelme. Tehát most itt akárhogy nézzük, a, azért ez, ez a, az európai kézilabdázás top szintje, tehát hogy most itt lehetne azon lamentálni, hogy ú, de hát akkor most mérők, meg, meg hát a ilyen meg, csoport, meg olyan csoport, de hát, hogy végül is ez adja meg a rangját valahol, hogy ilyen meccseket uh, igen, meg abba gondolj bele, hogy most ugye kemény csoportba kerültek, de ha nem utolsó továbbító helyen lépsz tovább, hanem mondjuk negyedik vagy harmadik, akkor a másik csoportban lényegesen gyengébb ellenfelet tudsz kapni keresztbe, játszásba, ami azért marhára nem mindegy, míg aki a másik csoportban akár harmadik lesz, még az is tud kapni egy bombaerős csapatot a, a mi csoportunkba, tehát Ebből jól is ki lehet jönni, akár ha tényleg olyan szinten összeáll ez az Apple Grand csapat, mint ahogy ezt várjuk. Nekem a legnagyobb keserűségem az az, hogy a Ágrában és a Kóstaddal összekerültünk. Tavaly láttuk őket, nekem kicsit elég volt belőlük. Tehát ez ugyanaz, mint én nagyon örülök annak, hogy a Magdeburg ide került hozzánk, mert velük még sose találkoztunk ebben a bl uh -huh ebben a lebonyolítási rendszerben. Tehát én nagyon szerettem volna, ha az utolsó két csapat nem a Zágráb és a Kolstad, hanem a Dinamo Bukarest és a, a Sporting. A Sportingnál nekem van két kis kedvenc fiatal játékosom, a Mártim Kosta és a Kikó Kosta. Őket a, az Európa bajnokságról ismerheted esetleg. A Mártim Kosta egyenesen gólkirály is volt. Nagyon ügyes srác, egyébként akár a csapatban is szívesen látnám, de ez már más kérdés, de csak jövőre, mert most kíváncsian várom, hogy mi lesz a, akár a Bodó, hogy reagál erre az egészre, akár a Bogójevics mennyire váltja be hozzá hozzáfűzött reményeket, stb. stb. És hát a Dinamo Bukarestet azért megnéztem volna Rostamikit a Szeged ellen, illetve az a projekt, hogy most azzal, hogy a Pascal elment Veszprémbe, mennyire bicsaklik meg, vagy marad ugyanolyan erős, mint eddig. Mert ugyanakkor a Pascal eljött, de sportigazgatóként a legendás spanyol kapusa a David Barufet ott marad, tehát az ő kapcsolatai megmaradnak Barcelonából, úgyhogy én nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mire megy a BL-ben mondjuk a Füchse Berlin is, Ö, mire megy ez a Frederisia, vagy Frederisia, nem tudom mi a helyes Dán kiejtés, mert ugye ők abszolút meglepetés csapatként vannak ott azzal, hogy a bajnoki döntőbe bekerültek Dániában, úgyhogy uh, igazából mondhatnám, hogy legyen már szeptember, de mm. hát előtte még van egy ócska olimpia, és ott is már megnézegettem, hogy uh, pont akkor leszek Szabin uh, az első héten, és hogy milyen meccsek vannak, és világ milyen meccsek vannak. Tehát, az igen, az olimpia, Hú. 12 csapattal, ugye? Igen. 12 csapattal azért az, az nagyon kemény. Hogy... Az nagyon kemény is. És ha megnézed a, a csoportokat, hogy milyen hatosok jöttek ott össze, nagyon nehéz belőle kiesőt mondani. Tehát most tudom, hogy ez már egy tök másik téma, de mondjuk az A csoportban ott van a, a spanyolok, a horvátok, a németek, a szlovének, a svédek, ebből még egy se esett ki nálam. és ott van még Japán, aki mindig ilyen outsiderként a kellemetlen kézilabdájával, egyébként a, ugye, hogy Dagur szigurcon volt a szövetség kapitányuk, aki a horvátok élet. Most ki nem találnád, hogy ki lett a szövetségi kapitányuk? Hogy ki lett a japán férfi kézilabdájával a szövetség kapitánya? Hát, ezt még nem ütöttem be a Google-be. Ha azt mondom, hogy a kézilabda mozartja, az mond neked valamit? Nem akarok nagyon nagy hülyeséget mondani, van egy név a fejemben, de azt azt nem tudom, hogy ő rámondják-e, úgyhogy inkább nem akarok. Áru, de hát most ez ilyen kis... A kézilabda Móczártya. -ja. A kézilabda Móczártya. -ja. De hogyha, tehát horvát. Mar maradtunk horvát. Ennyi, ennyi segítség. Ja már, mint a... Igen, a, igen, 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 igen. Akkor a, a, nem az Ivánó Balics? De... Pali, gratulálok. Most van ilyen taps effekt. Nem tudom a vezérlőpulton, hogy, hogy most az egyes vagy a kettes a, 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 a taps effekt, így, így, csak ilyen virtuális tapsot kapsz. De igen, az Iván Opálics. És ő ilyen, abszolút, ő is ilyen outsider edző, úgyhogy nem tudjuk, hogy mire képes. És akkor ugye ott van a mi csoportunk, a Dán, Norvég, Francia, Egyiptom, Argentína. Persze ebből egy, egyből zsigerből mondanám, persze Egyiptom és Argentina kimegy húf, Csak hát Egyiptomban azért egy szerény Juan Carlos Pastor a szövkap, Eldera, Yahya, és ilyen hasonló játékosok, akit ismerünk Magyarországról. Úgyhogy, na, gyere olimpia, én már várom. Hát már én is, mert nyilván azért mégiscsak a... a... Mert akkor már túl leszel a szabadságodon, és már jártál Rómában, rá, azt nem várom, amikor már túl leszek a szabadságon, de, a... de, de igen, szóval nyilván azért a, a egy olimpia az... Az a olimpia. plus plusz ultra, tehát igen. Az, 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 tényleg a... a az olimpiára a eljutni a... szerintem még, még akár sportújságíróként is kuriózum, mert ezért négy évenként van a sportágaknak a nem is tudom, most nyilván az atlétikában mondjuk, hogy az atlétikának a királynő, meg minden, de hogy nem tudom. Tehát az olimpiánál nincs fényesebb, tehát. Igen. Úgyhogy, úgyhogy nagyon várom majd én is, vagy nyilván izgatottan várom, hogy mi lesz majd a, a mi történik majd ott Párizsban, főleg, hogy ugye lesznek olyan ö, résztvevők, akikről mi is rendszeresen beszámolhatunk. Igen, elég népes azért... szegedi kontingás lesz egyébként. Úgy, ha, így Pláne, ha a kézilabdát is. Hát igen, és ugye most ebben a, ez, ez, a, 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 ez bővült a múlt héten azzal, hogy hogy hát bejelent, hogy éppen mondjuk nem a szegedi kontingens, de ugye a megyei kontingens viszont igen, hiszen uh, kijelölték ki a, a, az úszócsapatot, és a hódúszó esélyből ugrai panna uh, majd váltóban úszhat, illetve még az országos bajnokság hát nagyjából közben jött a hír, hogy a Biachilon, a szvesebb paralimpikonja is újra kint lehet majd a, a paralimpián, úgyhogy, úgyhogy a múlt hetet ilyen szempontból azért jól zártuk, mert két plusz, két plusz fő. Valószínűleg a pannáik lehet, hogy éremesélyesek is lehetnek akár? Hát váltóval ugye ezt nehéz jelenleg meg, megjósolni, Uh, nagyon sok mindentől függ uh, majd a dolog, elsősorban persze a, a, a riválisoktól, most azért azt megmondom őszintén, hogy én nem néztem meg, hogy ki lesz majd ott négyszer száz, meg négyszer kétszáz méteren mely, mely nemzetek, de hát itt az EB-n most azért elég sokan távol maradtak a, a, ettől, a ettől a versenytől, úgyhogy Azért ezt így nehéz megmondani előre, hogy hogy e Szerintem most nyilván ez ilyen nagyon visszafogott vélemény, és ilyen nagyon. Ö, nem is tudom, mi, mi a legjobb szó rá, de hogy maga a részvétel is azért egy elég komoly ö, történet. És hogy ezt így szerintem pont ugyanúgy, mint ahogy az adásunk elején arról beszélgettünk, hogy úristen azért ö, ö, most, hogy éppen így alakult a labdarúgó válogatott számára az EB, hát. Istenem, azért szerintem a, az olimpián sem ö, feltétlenül csak azokat kell majd itt ö, nem, nem, is tudom föl emelni, akik úristen aranyat nyernek, vagy, vagy valamilyen érmet nyernek. mi legendásan olyan nemzet vagyunk egyébként, hogy az olimpiai ezüstéremnél már úgy basszankodunk, hogy uh, basszus, azért. nem lehetett volna egy. Azért az, az még szerben. egy arany sincs. Az nem. még egy csak arany se, igen. Tehát Egyébként, hát jó, legendásan pessimista nép vagyunk nyilván, de ugyanakkor meg, tehát most, ha Szilágy Járon sorozatban negyeszer nem hoz haza egy aranyérmet, akkor fenébe. Meg, hogy mi, meg, meg ez a, ezek a klasszikus kérdések, van már aranyunk? Mennyi aranyunk van már? Tehát hogy nem, nem is az, hogy na most akkor mi lehet, Igen, hogy és, és akkor most jött, jött most, most volt egy olyan ö, jóslat, hogy a magyar válogatottnak, vagy hát a magyar nemzeti csapatnak kettő aranyérmet jósolnak, és akkor volt egy ismerős, aki egy erre felkapta a fét. Kettőt! hogy? és akkor tehát szerintem nem kettő lesz. De ennyire mindig van valami meglepetés aranyérmünk általában. Meg, meg, tehát ez a kettő is most hova? Tehát lehet, hogy csak úszásban lesz három. Meg most kettő. Meg most jön most tehát olyan, kettő, ez annyira. Okay. és akkor most ez ettől, aki kijutott, akkor azt mondod, hogy minek menték? Mi ment oda? Vagy ez, hogy érted, hogy ez ez, 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 így... Nyilván most ezek a... Nagyon felületes nézet ez. Igen, de most, most persze ezek a komment világok, azt hiszem, hogy ezt már egyébként kitárgyaltuk máskor is, de de most azért nagyon erőset megyünk ezekbe a ö, kommentekbe így, ahogy, ahogy, amíg csak eljutnak hozzám, és próbálok minél kevesebbet elolvasgatni. Hiányzik a jogosítvány. Maradjunk annyiba sok. De félben. igen. Szóval... Hiányzik a jogosítvány ahhoz, hogy kommentet írjanak az emberek, meg nem gondolnak bele. Hát, na mindegy, ebben mi meg nem menjünk bele, mert akkor nagyon elmegyünk egy olyan utcába, ami, ami talán közelebb visz bennünket ahhoz, hogy most legyártsuk a 99 perces adást, mert most, ha jól látom, akkor már 54 percnél Na, tartunk. Az 54 alér. perc a ez, ez az 54 ez perc. Most átlétünk 55-be, úgyhogy most már, most már közelebb vagyunk a 99-hez. De Na mindegy, olimpiában nem megyek bele tényleg. Most nem, nem mert, mert, mert aztán miről nem. beszélünk majd július végén. Na, még egy hónap, elején, tehát... egy hónap még ott van, és még azért történhetnek olyan változások, például nem menjünk tovább, még nem végleges a keret. Tehát, ö, Stanó György parafekve nyomó például még nem tudja, hogy indulhat-e. Szeretne, beadta a szabadkártyáját Szentesi srác. Ö, Hát, vagy a hét közepe vége felé fogják elbírálni, vagy a jövő héten. És hát, van rá esélye egyébként. Igen azért még nem teljesen alakult ki ez a, az olimpiai ö, keret. Tehát, hogy azért még, még itt elég sokan vannak azok, akik még így azért várják a levelet, vagy a, a, az e-mailt, hogy akkor. Minden e-mail e csippanás, hogy felkapják a fejüket, hogy na ki. Ér. Na most ez ez mi ez a, a történet. Ö, hát az olimpiáról lesz még ö, lehetőségünk. Marad azt még hiszem, bennünk gondolat, ilyen, de lesz még időnk rá, hogy megosztjuk. Ezt, igen, ezt ezt kitárgyalni. Úgyhogy ö, nagyon köszönjük nektek a ö, figyelmet, a mai adást ö, illetően. És hát... Ö, kövessetek bennünket a közösségi média felületeken is, a továbbiakban is. Jövő héten pedig majd szintén ketten lesztek, de hogy ezt így tudom mondani, hogy ketten lesztek, hiszen... Az állandó bútor darab most jelenleg én vagyok. Igen. Aztán lesz ez még így. Lesz ez még így, se bizony. Úgyhogy... Na minden esetre majd jó pihenést, Pali! Köszönöm. Ezért remélem előtte még azért gyártasz pár jó Hát, igen, igen. Igyekszek azért még a héten hozzájárulnia. Megnyugtattál. A laphoz úgyhogy, úgyhogy én jövő héten nem leszek, viszont Dávid én itt lesz, rám, lesz. rám számíthatnak a hallgatók. Igen, jól van. Úgyhogy nagyon köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok, és akkor a jövő héten majd uh, szintén Dávid ék jelentkeznek Józsival a, a, a heti sztorikkal. Köszönjük még egyszer, hogy meg itt voltatok és meghallgattatok bennünket. Minden jót nektek, sziasztok! Köszipuszi, sziasztok! Dél-Magyar podcast. Dél-Magyar podcast. Hírek helyben, azonnal.